Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás január 16-áig. Itt látható ez a horgony, és az azt jelenti, hogy mennyire fontos számodra, számára, mindkettőtök számára az, hogy végre odaérkezzetek valahova, ahol le tudtok horgonyozni, le tudtok gyökerezni, ez adja a biztonság érzetét. Ugyanúgy, mint a kulcs jelenti azt, hogy legyen önbizalmad, légy magabiztos, hogy eléred a céljaidat. Amit ez a horgony még jelképez, ez a munka és a hivatás. Az lehet, hogy most fogva tart valami téged ebben a toronyban, mint egy labirintusban, és nem érzed jól magadat a munkahelyeden, de azért légy magabiztos, azon kívül ez a kulcs jelenti a lehetőségeket, hiszen ezzel a kulccsal ki tudod nyitni ezt a kaput. Az utalhat a későbbiek folyamán munkahelyi változásokra. Ez a férfi utal a lelki társadra, vagy a férfiakra. A feje fölött ott van ez az út, és itt vannak ezek a kövek, ahol ő botlakozik. Tehát az a gondolata, hogy mindaz, amit szeretne elérni, amin változtatni akar, ez egy nagyon nehéz út lesz nehézségekkel. Viszont itt van a koporsó, ami lezárja ezt a gondolatot, vagy ezt a helyzetet, ami arra utal, hogy javul a helyzet. Amennyiben nála van egy bírósági ügy, egy örökösödési ügy, akkor számíthat arra, hogy ez a torony a bíróság, itt ez a koporsó utal az örökségre, hogy ez nagyon nehéz út lesz számára, nehézségekkel. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a képen, és ez a hegy utal a te gondolataidra. Ez lehet egy hegyvidék is, egy kiruccanás, viszont jelenti a problémákat, de itt elmész mellette, és a koporsó ezt is lezárja, javul a helyzet. Itt kettőtök között van egy kapcsolat, és itt látható a szív, ami összeköt benneteket, tehát itt szerelmi dolgokról van szó, és ez a hajó jelenti a reményt, vagy egy kármikus szerelmi kapcsolatot, egy lelki utat mély érzelmekkel, és itt látható a jövő, ahol itt kivirágzik valami különösen, ami a szerelmet illeti. Kettőtök között itt van ez a fa, ugyanazt jelenti, mint ez a horgony, végre odaérkezni valahova, ahol le tudtok gyökerezni. Ez adja a biztonság érzetét kettőtök között ebben a párkapcsolatban. Itt a nap utal a kisugárzásra, erre a vonzó erőre, és ez a kereszt jelenti a hitet, de azt is, hogy itt van kettőtök között egy kármikus kapcsolat, ami arra utalhat, hogy ismeritek egymást a korábbi életből, hiszen a sors utatok itt kereszteződött. Ez a találkozás nem volt véletlen. Amit ez a kereszt még jelent, hogy mindketten elérkeztek most az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez. És elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, itt döntésekről lesz szó. Mire ez mind megvalósul, és megvagytok ebben a hitben, ebben a tartós, boldog párkapcsolatban, ez még egy utazás, ami utal a változásokra, ez eltarthat nyárig.
de az irány az nagyon jó, hiszen látható az, hogy szembenéztek egymással, ott van a közelség, a bizalom, a hit, és ez a hajó utala reményre. Holott ez a hajó mutathat utazásokat, külföldi kapcsolatokat is, vagy egy belső utad, egy lelki utad. Itt folyamodnak az események, tisztázódik valami, a nap szintén azt jelenti, hogy kiderül az igazság, láthatóvá lesz valami, lesz egy jó hír is, erre utal ez a levél. Minden jóra fordul, és ez az út jelenti a jövőt, ahol minden kivirágzik. Ahol óvatosnak kell lenni, azt jelenti ez a ház a környezetet, a szomszédokat, a rokonokat. Itt van a hamisság, jelenti ez a ravasz róka, de ez a hamisság elmúlik, hiszen az egerek ezt eltávolítják. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, hogy ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Tehát az egerek felfalják ezt a hamisságot. De azért figyelj oda erre a helyzetre is, hiszen ez a ravasz róka, ez a hamis személy figyel benneteket, és az ott van a környezetben. Mivel a hold jelenti az anyai témákat, ez lehet az édesanya, vagy a gyermekeknek az anyja, aki figyel benneteket, de nem kell megijedni ettől a helyzettől, vagy ettől a személytől, hiszen az egerek el fogják ezt távolítani. Amit ez a ravasz róka esetleg még jelenthet, ha döntéseket akarsz hozni, és változtatni valamit a lakhelyeden, ahol itt van a szerződés is, ez túl korai, és vigyázz arra, hogy nehogy valaki becsapjon téged ezzel a szerződéssel, vagy légy óvatos itt a döntéseknél, mert jelen pillanatban ez nem lenne jó döntés, hiszen itt vannak még akadályok a költözködést illetően, a szerződéseket illetően. Mire javul a helyzet, az eltarthat nyárig, de az irány az tényleg nagyon-nagyon jó, hiszen itt ez az utolsó kártya, szerencsét hoz a szerelmi élet területén, ez a fa utal gyógyító erőre, vagy rendbe jönnek a dolgok kettőtök között, vagy megvan nálatok ez a gyógyító erő, és ez a hivatás, lesz munkahelyi változás, és itt vannak jó célok, ami elérhető, hiszen itt kivirágzik valami. És én kívánok neked egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera!